a gyerekek már nagyon várták az angol foglalkozásokat. Sokan közülük tavaly is részt vettek a programban, ahol a foglalkozást vezető pedagógus segítségével játékosan, szórakozva tanultak. Szeretem az angolt, nem vagyok benne annyira nagyon jó, de vártam, hogy már angolul tanuljunk. Nagyon sok angol új szavakat tanulunk, sokat írunk angolul. Én nagyon vártam ezt az angol órát, azért mert tavaly is volt ilyen, sokat játszottunk, rajzoltunk, sokat tanultunk is. Tavaly 4 foglalkozást tartottak az Óbecsei Lurkóházban, idén azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel növelték a foglalkozások számát. Idén nem 1, hanem 2 hónapig fogunk tanulni, ezért arra gondoltam, hogy a gyerekek érdeklődését is, gyerekek érdeklődése szerint is tanuljunk. Különböző témákba, különböző tartalmakba fogunk belemenni. Ezen kívül persze szeretném őket felkészíteni az alapvető tudásra, hogy a mindennapi életben alkalmazkodni tudjanak és fel tudják találni magukat. A foglalkozásokat az önkormányzat támogatásával a Tánfivérek értelmiségi kör szervezte meg. Ez a kicsit nehéz sorsú, nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására szolgál ez az akciónk. Ezzel segítsük, hogy jobban boldoguljanak az életben. Tehát az angol tanórákat hetente fogjuk tartani 8 héten keresztül, és idén most már ez második alkalom, hogy ezt össze tudtuk hozni. Az Óbecsei Lurkóház 28 védence közül 20 kisdiák jár az angol tanodába, ahol interaktív foglalkozások során fejlesztik nyelvtudásukat. A program célja, hogy azokhoz a gyerekekhez is eljussanak a fejlesztő foglalkozások, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük ilyen programokban részt venni.